Mennyire kedveznek Mosonszónok önkormányzatának a magyar gazdasági viszonyok? Van egy olyan közgazdasági mondat, hogy halad országban a változás állandó. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 10 évben, tehát az uniós támogatásoknak köszönhetően is, megvolt ez a haladó változás, ez a fejlődés. Önkormányzati szempontból viszont ezt a változást sokszor úgy éreztük, hogy a törvényalkotók szó szerint vették, és sokszor sajnos a működésünkben is tapasztaltuk, hogy szinte követhetetlenek voltak azok a szabályzók, törvények, amelyek az önkormányzatok működését beszabályozzák. Egy picit a törvényalkotásban is lehet, hogy már jót tenne, ha egy kicsi megnyugvás lenne, és egy picit előbbre láthatnánk, előbbre is tervezhetnénk, mint 1 vagy 2 év. Mondom ezt akkor, amikor szinte, ha megnézzük a körülöttünk zajló világot, nem tudjuk megmondani, hogy akár 1/2 év múlva, vagy 1 év múlva is hogyan fog alakulni akár az Európa Unió, vagy akár több olyan dolog, ami meghatározza az országunkat és rajta keresztül önkormányzatunkat, vagy a lakosságot is. Az itt működő nagyvállalatok mennyiben járulnak hozzá ahhoz, hogy az önkormányzat büdzséjét növeljék, és mekkora ez a büdzsé 2016-ra? Meghatározó szerepet töltenek benne, és ezek a beszedett adóforintok biztosítják a stabilitását az önkormányzatnak. Ha úgy fogalmazunk, hogy a mostani támogatási rendszerben, a feladatfinanszírozásban az idei évben körülbelül az önkormányzatunk jelen pillanatban állítjuk a költségvetésünket össze. Az idei évi bevételeink olyan 650 millió forint körül állnak, és ebből a 650 millió forintból állami feladat finanszírozás durván egy 50 millió forint, tehát egy 8%-át teszi ki az egész költségvetésünknek. Érvényesül az a iparűzési adóerőképesség alapján alkalmazott elvonás, illetve feladat visszatartás, amelyet ilyen adóerőképességnél, amely a településünk is rendelkezik, a kormány, illetve az állam vagy a költségvetésében alkalmaz. Így azokra a kötelező feladatokra, amelyek a törvény előírnak számunkra, azokra is a helyi adóbevételeinket kell felhasználni, és úgymond szinte az óvodai ellátásnak, óvodai nevelésnek egy részét tudja ez a feladatfinanszírozás, központi feladatfinanszírozás fedezni, illetve a gyermekétkeztetésre és a kulturális sporteseményekre kapunk egy pár forintot, tehát ha az idei évi bevételeinknek ez durván egy olyan 8%-át teszi ki. A többit van egyéb bevétele is természetesen a településünknek, önkormányzatunknak, de a helyi adóbevételeink a 80% fölötti része a gazdálkodási számok keretén belül, és ezekből kell megoldani a működésünket is, amelyre tehát nem kapunk feladatfinanszírozást, illetve ezekből kell úgy megoldanunk a önként vállalt feladatainkat is, amelyet már hosszú év óta bevállaltunk az itt lakók érdekében, és ezt szeretnénk folytatni is, elvárják a lakosok is, én úgy gondolom elvárják a helyi vállalkozók is a befizetett adóforintok után, hogy az infrastruktúra és az egyéb környezet is szépüljön, javuljon, hisz az nem mindegy egy adott gazdasági környezetben, hogy ők is hol vállalkoznak és hol működnek. A képviselőtestület mindig úgy gondolkodott, hogy hosszabb távra is tervezett, és főleg ilyen nagyobb célokra rakott el pénzeket, tehát van már hosszú távú terveink megalapozására is összegyűjtött pénzmennyiség. Itt talán most kiemelem a nyugdíjas otthon, a bentlakásos nyugdíjas otthon megvalósítását, hisz ezt már évek óta tervezzük, és talán ebben az önkormányzati ciklusban és uniós pályázati ciklusban reményeink szerint ez meg is fog valósulni. Talán ha a csokorba szedném, akkor kezdeném az infrastruktúrával. A tavalyi évben északnyugat irányba a településünkön, a Dózsa-György utcában már elkezdtünk a telephelyeknél kialakítani egy nagy teherbírású utat. Ezt a 2016-os évben folytatni szeretnénk, és a Óvári útba bekötve én úgy gondolom, hogy egy új utat is nyitunk,
illetve az ezáltali porhatás csökkentése nagyon fontos az azon a területen élők számára, itt a Hársfaj utcai, főutcai lakókra gondolok. Ha utakat vesszük sorba, tavaly évben elkészült a sportutca és a játszótér melletti út portalanítása, és minél hamarabb aszfaltozni szeretnénk ezt az utat, a játszótéren játszóknak is, tehát a jobb megközelítés, esztétikusabb, és itt is a porhatást szeretnénk kiküszöbölni. Elfogytak tavaly őszre a telkeink, és itt főleg most a támogatási rendszer, új támogatási rendszerrel kapcsolatban nagyon komolyan kell foglalkoznunk az új telkek kialakításával is. Településünkön a élőhelyi védelmi szabályok szerint csak a északkeleti oldalon, a már korábban úgymond új területen tudjuk folytatni a telkek kialakítását, a Deák utca folytatásában, ezért nagyon komolyan kell tárgyalni az ottani szántóföld tulajdonosokkal, hogy milyen feltételekkel tudnánk őket bevonni a telek kialakításba, illetve milyen feltételekkel értékesítik ezt számunkra, és utána gyorsan és a lehető legrövidebb határidőn belül megpróbálunk telkeket kialakítani, hogy a fiatalság, illetve az ide leszándékozni települők is lehetősége legyen telket vásárolni. Az elmúlt években tulajdonunkba kerültek a településünkön a tavak. A tavaly évben komoly fejlesztéseket, illetve beruházásokat csináltunk a nagybányatavunkon, ahol a rekreációs és szabadidő eltöltésére szalonnasütők, közösségi tér kialakítása volt, a hozzá kapcsolódó lőtéren is komoly beruházások történtek. Az úgynevezett kisbányatavi tó is most már az önkormányzat tulajdonában van, és itt egy komoly területrendezést szeretnénk végrehajtani, annál is inkább, mert egyrészt itt is a településen, ez nyugati oldalról érinti, porhatást csökkenteni akarjuk, illetve itt is telekialakítások is a célok. A belterületi utakat folyamatosan karba tartjuk, a felújítási oldalon is komoly összeget tettünk be, illetve nem feledkezünk el a külterületi utakról sem. A helyi gazdálkodókat segítjük így, hogy mivel az önkormányzati kezelésekben vannak egy idő óta, tehát oda is minden évben 1-2 millió forintot szoktunk félretenni, és a megfelelő kavicsozás gréderezést elvégezzük. Nagyon nagy tételnek mondom én a településen a bérlakásépítést. Az idei évben a Szabadság utcában szeretnénk elindítani egy 30 millió forintos összeggel ottani lebontást és egy 2-3 családnak bérlakás biztosítását. Az úgynevezett orvos lakás is megüregsedett, itt is bérlakást szeretnénk kialakítani. Ezen kívül további helyrezi számú telkeken is terveztünk bérlakásépítést. Ebben úgymond a megyei területfejlesztési operatív programok között szerepel is Mosonszolnok részéről is tervek. A helyi munkahely teremtésben szeretnénk ebben besegíteni. És a lakásépítés mellett akkor vegyük sorra a tavaly évben átadott tájházat is. Az egy pályázati stádium volt, ott az ottani feltételeket akkor teljesítettük, de akkor már az átadáson is hangoztattuk, hogy szeretnénk folytatni, és mivel tehát a pályázatban is vállaltuk, hogy élővé szeretnénk ezt a tájházat tenni, ahhoz még kellenek olyan beruházások, amelyek főleg a külső területeket érintik. Gondolok itt az oldalsó kapu megépítésére, hátul egy szintárolóra, egy olyan szintárolóra, ahol a régi gazdaságban használatos eszközöket tudjuk tárolni. Szeretnénk kiépíteni egy több funkciós kemencét is az udvaron, és a hozzátartozó közösségi teret is kialakítani, tehát ilyen ülő alkalmatosságokat, ahol akár kültéri történelemórát és egyéb rendezvényeket is tudnak tartani a civil szervezeteink. A beruházásokat folytatva remélem az idén pontot teszünk a ravatolozó felújítására is. A jelenlegi tervek alapján ezt párosítjuk a temetőben levő kis kápolna tetőszerkezetének és a tornyának a felújításával is. A következő
hely, a művelődési ház. Itt beszeretnénk fejezni az ott kialakított vendégszobákat, és a hátsó udvart most már a különböző külterületi kertrendezésekkel és parkosítással most már egy olyan közösségi térre szeretnénk alakítani, ahol a rendezvényeknek méltó helye legyen. A következő a templomunk. Tehát vallási hovatartozástól függetlenül úgy gondolom, hogy a településünk valamennyi lakójának egy fontos épülete ez. Biztosítani is tudom a plébános urat, hogy a képviselőtestületnek szándéka, hogy ezt támogassa, tehát az idei évben a belső restaurálás és a padoknak a felújítása is reményeink szerint elindulhat önkormányzati támogatással. Valamint ide tartozik még az intézményeinknél, az óvodánál, az iskolánál azok a nem is kisebb tételek, jelentősebb tételek, amely a játékokat, a különböző technikai eszközöket, informatikai dolgok megvételét jelenti. Én bízom abban, hogy ezek a beruházások és a felújítások az itt lakóknak a jobb kiszolgálását és a mindennapi életét segíteni fogják. Ehhez bízom benne, hogy lesz erőnk, és kérem is a településünk valamennyi lakóját ennek támogatásában. Milyen nagyobb események várhatók Mosonszolnok életében 2016-ban? Az idei évben lesz az emléknapja a kitelepítés 70. évfordulójának. Ebből az alkalomból fogadjuk a Németországból érkező kitelepített őslakosainkat, és ilyenkor egy 2-3 napos programot is szervezünk, tehát közös együttlét, mise, az itt meglévő emlékhelyeknek a közös koszorozásán túl a találkozás, a beszélgetés is szerepet játszik. Ez május utolsó hétvégén tetőzik, úgymond, tehát péntek, szombat, vasárnap. Reméljük, hogy méltóképpen meg tudjuk ezt a szomorú eseménynek az emléknapját is tartani úgy, ahogy szoktuk korábban, hisz a következő évben, 2017-ben viszont a Felvidékről betelepülőknek az emléklapja lesz, így fölfoghatjuk úgy is, hogy májusban indul a ki- és betelepítés 70. évfordulójának emlékéve, és ebből a májusi rendezvényen nyitjuk, a következő év májusában, augusztusában pedig zárni fogjuk, és a lakosság időben tájékoztatni fog ehhez kapcsolódó, emléknappal kapcsolódó eseményekről.